Hogyan válasszunk magunk mellé kutyát? Ez egy mindig visszatérő kérdés, és igazán aki ebben okosat tud mondani, és mindenkinek számára egyönt egyöntetűen, tökéletesen ezt a kérdést meg tudja válaszolni, szerintem olyan ember nincs. Minden embernek mások az igényei, mások a, mások a, a gondolatai, más a a viszonyulása a kutyához és azon belül ugye a palettán létrejövő vagy a palettán megtalálható mini testűtől óriás testűig mindig más és más a viszony. Tehát igazából tökéletes választ arra a kérdésre, hogy hogyan válaszunk kutyát, nem lehet ez nagyon ízléstől is függ. De néhány ilyen sarok pontot azért szeretnék fölvázolni, ami talán segítség a tekintetben, hogyha az ember hezitál, hogy kit is válasszon társául. A kistestű kategória az sem egy egységes kategória, hiszen itt vannak aranyos kis ölebek, akiket lehet választani, aztán vannak kotorék Kotorékok, vannak vadászkutyák is, vannak terelőkutyák ebben a kategóriában, és hát vannak egyebek, amik, amik tulajdonképpen nem hozhatók ezekbe a kategóriába, nem húzhatók ezekbe a kategóriákba be. Amit tudnénk el előre egy kutyának a választása, választásához, hogy milyen körülmények közé fog kerülni a kutya hogy mennyi lehetőségem lesz a mozgatásra, illetve a kutyával való foglalkozásra. Ez egy alapvető, hát ez egy alapvetés tulajdonképpen. Ha ezt tisztáztuk magunkban, akkor azt gondolom, hogy már jó úton járunk afelé, hogy jó fajtát válasszunk magunknak. Aki ölebekben gondolkodik, amelynek a képviselői lehetnek mondjuk a Máltai, a Bison vagy egyéb törpetestűek, arra kell gondoljon, hogy ezek a kiskutyák kifejezetten erős érzelmi kontaktust építenek ki az emberrel. Ebből az következik, hogy ezekkel sokat kell foglalkozni. Az egyed egyedül létet nem nagyon szeretik, az együttlétet viszont nagyon igénylik az emberrel. A mozgásigényük nem túl nagy, és egészen pici lakásban is könnyedén és problémamentesen tarthatók. Könnyű velük utazni. A kotorékokat, hogyha választunk, aminek mondjuk a képviselője a foxi lenne, ott azért már, már kell néhány disztinkciót tennünk. Ezeknek a mozgásigénye azért nagyobb az előző kategóriánál, de kis területen, lakásban még jól, minden további nélkül jól tarthatók. Ha kertben tartjuk őket, akkor arra föl kell készüljünk, hogy a kert előbb-utóbb ilyen... ilyen fölásott domb ö, és árok ö, mezőhöz fog hasonlítani, hiszen ö, jellegükből adódóan imit ott ö, különböző kis lukakatásnak ezek a kotorékutyák. Ez erre fog készülni, esetleg a kertnek egy külön részét ö, erre, erre a dologra föl lehet áldozni, és hogyha valamilyen módon el tudjuk zárni a kert másik részét, akkor azért nyilván helyben tudjuk tartani ezt a ezt a rossz, rossz, szokásból adódó tevékenységét a kutyusnak. Jó kapcsolatot lehet velük is kialakítani, viszonylag érzékenynek mondhatók ők is. Ennél viszont a vadászkutyák lényegesen mondjuk szofisztikáltabbak, lényegesen érzelemgazdagabbak, és azt gondolom, hogy a, a kapcsolat, amit, amit kialakíthatunk velük bensőségesebb az előzőknél. A vadászkutyáknak a képviselője lehetne mondjuk a spániel, akár a tacskó is, hiszen gondoljunk abba, hogy, hogy bizonyos vadászatoknál a tacskó az igazi vadászkutya, és mondjuk a kistestű egyéb terrierek, jakterrier, velsterrier. erre a kategóriára viszont az jellemző, hogy mondjuk főleg a spániel az kiemelkedik ebből, hogy mindig megpróbálja a határait feszegetni. Ez azt jelenti, hogy időnként ciklikusan megpróbálja megpróbálja átvenni az uralmat a, a család irányításában. Ennek, a, ennek, a, ennek az első lépéseinél már, már ezt föl kell ismerjük, és mindenképpen tenni kell ellene, hiszen ha ezt hagyjuk ezt a folyamatot végigmenni, akkor a vége az lesz, hogy a kutya olyan mértékben eluralkodik a családon, hogy végigharap mindenkit, nem enged be bizonyos embereket a lakásba, vagy éppen nem enged ki, szóval nagyon kellemetlenné tud válni a vele való kapcsolat. Tehát ezre nagyon érdemes figyelni. Ez a kategória, tehát a vadászkutyák kategóriája lényegesen nagyobb mozgásigényű a korábbiaknál, mondjuk a tacskó az, az ebből leszámítandó kislakásban könnyen tarthatók, ami nem tesz nekik jót, és erre érdemes odafigyelni a lépcsőzés. Itt különösen a, a mondjuk a és a tacskóra gondolnék. Az etetésre vonatkozólag annyit lehet róluk tudni, hogy nem különösebben igényesek a, a, mennyiségre, a minőségre viszont annál inkább. És akkor a terelő kutyákról még néhány szót, nem nagyon divatosak ma a terelőkutyák és azoknak a tartása. Ezt én magam egyébként szomorúan veszem tudomásul. A Pumi, a Mudi és a Puli, ezek mind nagyon érzelemgazdag és igen, igen értelmes érzelemgazdag állatok. Én azt gondolom, hogy hogy talán többre hivatottak, mint amit ma, ma most mondjuk Magyarországon elértek eddig nagyon, nagyon szoros érzelmi, mély érzelmi kontaktust lehet velük kiépíteni, de ők nagyon szeretnek a szabadban lenni. Ők nem nagyon bírják a bezártságot, nem nagyon bírják a szűk lakást, a, a, kis helyen való tartást. Ők azért a szabadba valók, a kerti tartásra valók leginkább. Tehát ezt is vegyük figyelembe, hogyha ilyet akarunk választani. És hát aztán vannak az egyebek, amelyek közé mondjuk a Pekingi Palota, a Törpes a Bigli, a West Island terén, tartozna. Ezeknek a mozgásigénye nagyobb vagy kisebb, ez nagyon a fajtától múlik, vagy a fajtán múlik, a érzelmi kontaktus átlagos, amit ki lehet velük alakítani, az etetés minőségére igényesebbek, kifejezetten igényesebbek az előző kategóriánál, lakásban könnyen tarthatók, amire figyeljünk, egyes fajták, például a bigli kifejezetten ugatós állat. Tehát, hogyha olyan helyen lakunk, ahol ez, ez mondjuk egy, egy sarkalatos pont, akkor gondoljuk meg az ő tartását. És nagyon könnyű ebből a kategóriából nagyon jó jelzőkutyákat betanítani. A pekingi palota például kifejezetten jó jelzőkutya tud lenni. Tehát süketeknek, esetleg vakoknak ez egy nagyon-nagyon jó segítség lehet.